banda vagy. Szép estét kívánok mindenkinek, Németh Nyiba Sándor vagyok, ne felejtjétek, minden szerdán 20 és 21 óra között az Élő Legenda Őskövület című műsort hallhatjátok. Vendégeim lesznek olimpiai, világ és Európa bajnokok, és különféle művészeket, legendás zenészeket is meghívok a műsorba. Szeretettel várlak benneteket, tehát ne felejtjétek, minden szerdán 20 és 21 óra között Élő Legenda. Élő Legenda vagy. Szép napot, csodálatos életet kívánok mindenkinek. A következő egy órában az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok. Vendégem lesz, most balról kezdem, Jakab Háziné, Mező Mária, az Olimpiai Akadémia főtitkára, aki egyébként testnevelő tanár, szakedző, és annak idején, ha jól tudom, akkor a Gyöngyösi Sport Egyesületnek az ügyvezető elnöke voltál, és először is megköszönöm, hogy itt vagy. Megint, nem tudom, de mindig előtérbe kell helyeznem magamat. Marika az, aki felfedezett engem a sportkörökben, mert az, hogy léteztek verseim, léteztek dalaim, az egy dolog, de a Marika volt az, aki felfigyelt arra, hogy rengeteg sportos verset írok, és lehetőséget biztosított, hogy rendszeresen megjelennek a verseim az Olimpiai Akadémia évkönyveiben, illetve rendszeresen részt veszek az Olimpiai Akadémia rendezvényein, ahol verseket mondok, és ezt így szeretném neked most élőben megköszönni, ezt a lehetőséget, és örülök, hogy te észrevetted azt, amit szoktak mondani mások később. Én már akkor megmondtam, csak nem vették észre, te észrevetted, köszönöm. A másik vendégem pedig Hencsei Pál. Hát itt nem is tudom, hogy kezdjem. Tehát kezdjük úgy, hogy kis doktor, kandidátus, nagy doktor, tehát hívjuk úgy, hogy professzor. 17 sport jellegű könyve jelent meg, és azon kívül más tudományos könyvei is jelentek meg. Egyébként meg tanár vagy a Műszaki Egyetemen. Hát így röviden hirtelen így tudtam mondani rólad, és hát nem tudom, hogy abból mi az igaz, de majd azt elmondod, mert személyes dolgokra is kitérünk, de nem tudom, hogy majd engededen lehet, a család minden lehet? Bármi? Lehet, hogy nem, persze. Ilyen interjú alanyag kellene, nem lehet itt viccelődni. Komarika, akkor kezdjük veled, hogy ugye, ha azt mondjuk, hogy Olimpiai Akadémia, akkor ezzel alatt mit kell érteni? Még mielőtt az Olimpiai Akadémiára rátérnék, még az előző felvezetéshez hadd mondjam, hogy gyakorló tanár vagyok, mai napig is a Testnevelési Egyetemen tanítom a sportdiplomáciát és a protokollt, ami szűkebb területen azt jelenti, hogy a sportágak viselkedés kultúráját kell a hallgatókkal megismertetni, és az a véleményem, hogy nagyon-nagyon fontos és nagyon akkor rájuk most nagy fér. Bajban leszek, Marika, mert már egyből így kezdődik a műsor, hogy figyelmeztettél, hogy Sanyi, jól viselkedj nekem itt a következő egy órában, mert baj lesz, mert akkor behívlak az egyik órámra, és leültetlek, és akkor meg lesz a baj. Tehát akkor Marika, akkor Olimpiai Akadémia, tehát fogalmazzuk meg, hogy egy átlagember, aki nem sportoló, kapcsolgat, 98 MHz oda kapcsol, Élő Legenda, Olimpiai Akadémia, foglald össze ezt, amennyire lehet. A Nemzetközi Olimpiai Akadémiának a kezdeményezés, ez már több mint 30 éves dolog, hogy a nemzeti akadémiák működtessenek olimpiai akadémiákat. Így mi 1985. november 23-án, 27-ként alakultunk meg, és azóta ez egy olyan testület, amely önkéntesekből áll, tehát a tanácsnak 15 tagja van, egy elnöke, elnökhelyettese és főtitkára, tehát a három fő a vezetés. Elsősorban pedagógusok az akadémia tanácsának tagjai, gazdasági szakember is van közöttünk, tehát olyan területekről kutatók vannak közöttünk, akik egy-egy részfeladatot nagyon magas színvonalon látnak el. Na most mi a mi dolgunk? Konkrétan az Olimpiai Bizottság működtet bennünket, tehát a fő munkáltató a Magyar Olimpiai Bizottság. Ezen belül a minden olyan dolog, ami nem a versenysporttal foglalkozó rész, most konkrétan ugye olimpiai évben vagyunk, Pekingre irányul a világ tekintete, tehát mi a pekingi versenyfelkészítéssel, a résztvevőkkel, a programokkal nem foglalkozunk. Egy területen csatlakozunk a pekingi olimpiához, az Irány Peking című olimpia történeti országos szellemi vetélkedőnek a kiírásával, a lebonyolításával, a döntőinek, elődöntőinek
a megszervezésével. Ebben a csapatban egyébként az most vendégként lévő Hentschel professzor is benne van. Paliba vigyázzunk ki, tehát a népszerűsítés, hogy nagyon rövidre zárjam, az olimpiai eszmének a népszerűsítése, a hagyományápolás, a bajnokok évfordulóinak figyelemmel kísérése, köszöntése, haláluk, születésük évfordulói, emléktáblákkal, avatással, kezdeményezéssel, de gyerekek ifjúsági olimpiai táborainak szervezésével, és ahogy mondtam, a vetélkedők. Hát, több szinten folyó vetélkedőknek a szervezésével őszintén foglalkozom. Megmondom, hogy nagyon-nagyon jó érzés ott lenni köztetek, mert itt mindig jó hangulat van, meg azt érzem, hogy itt azok az emberek is meg vannak becsülve, akik már nyertek olimpiát, világbajnokságot, Európa-bajnokságot, de közben eljárt az idő, idősebbek lettek. És hát az, hogy hát mit számítanak ők már, hát ki emlékszik már, és akkor azokkal nem foglalkozunk. Én itt meg azt érzem, hogy elsősorban velük van foglalkozva, tehát az idősebb olimpiabajnokokkal, idősebb világbajnokokkal, akik tulajdonképpen sokat tettek azért, hogy a magyar sport hírnevét öregbítsék, és nagyon fontos, hogy őket is meg kell becsülni, arra kell gondolni, hogy mi is megöregedhetünk egyszer, és eljár az idő, és hát attól még az érdemek nem évülnek el. És én minden alkalommal nagyon jól éreztem magamat, és tényleg most nem tömélyen megköt, hanem ez valóban így van. Mennyi munkát vesz igényben, és egyáltalán hogy kell elképzelni, mondjuk tegyük azt most, hogy 50 éves volt az Olimpiai Akadémia, és Várpalotán volt egy rendezvény, hogy ennek a megszervezése mennyi időt vesz igénybe, és erre egyáltalán milyen támogatást kapsz? Most megint helyreigazítalak, mert nem 50 éves volt, hanem 50. vándorgyűlés szerveztük. Nem ezt mondtam. Nem, 50 évest mondtál. Ugye előbb elmondtam, hogy 1985-ben alakultunk. Most lehetne vágni ezt a műsor, de nem várjuk. Hadd hibázzon azok a műsorvezető. Akkor 85-től most 2008-ig akkor kiszámolhatod, hogy hány évesek vagyunk. A vándorgyűlések szervezése az egy... Tehát minden évnek a legnagyobb olimpiai fóruma, így mondjam, az ország minden területéről. Van egy nagyon stabil csapat, egy 70-80 fő, aki szinte mindegyikre jön, és itt egy nagyon kemény magot alkotnak a valóban idősebb olimpiai bajnokok, akiket ott külön köszöntünk, külön ismerjük a korábbi 20-30-40 évvel ezelőtti dicsőségét, megint egy kicsit dicsőségre rávilágítunk, tehát ebben teljesen igazad van, hogy elfelejtett emberekkel vagyunk, tehát egy-egy területre, ha most megyünk legközelebb Tapolcára, például március 29-30-án, ott az 51. vándorgyűlésre, ott fókuszban Csermák József lesz, nem mindenki tudja, hogy Csermák József kalapácsvető olimpiai bajnok volt, ott a sírját megkoszorúzzuk, ott az a két nap Csermák Józsefről fog szólni, természetesen a megyébe élő olimpiai bajnokokat meghívjuk, és el is fognak jönni. Marikám, köszönöm ezt a választékos információt, és köszönöm szépen a helyreigazítást, és mondom, megvághatnám, megtehetném, de nem vágom meg a műsort. Itt van Hentschel Pál, már olyan ideges volt, hogy őt vajon mikor engedjük szóhoz jutni. Marikám, akkor adjuk össze most így az elején. Hány könyvet írtál összesen? Hát még csak 16-ot, a 17-dik azután, kb. Két hónap múlva fog megjelenni. Akkor az önéletrajzban már oda egyet odaírtad, mert én tényleg 17-et olvastam ott. Nem, azon 16-ot, rosszul olvastad, igen. Megint egy folyamatos hibán. A 17-dik, ha minden igen. Igaz, akkor április 8-án fog megjelenni. Ez az ötusa könyv lesz a május végén, lesz Budapesten a ötusa világbajnokság, és azzal kapcsolatban egy előzetes felvezetéshez, akkor ez pont beleillik az ő tervükbe is, hál' Istennek, és hát nekünk meg ez már körülbelül egy éve már a kézirat készen van. És milyen jellegű könyveket írtál még a sporton kívül? Hát van egy szakkönyvem is azért, annak idején valamikor 90 körül, hogy én vegyészmérnök vagyok, az alapvégzettségem, és hát kémiát oktattam,
Több mint 40 éven kémiát át. Kémiát oktatni azért nem tudom, még, hogy hát komolyan mondom, miért nem oktat kémiát? Hát, ugye, annyira nem értem a kémiát, ez a baj, hogy az végén ez, volt, szóval ez félelmet. Ez a baj, hogy hát a kémiának ez a társadalmi elismertsége és ismertsége nagyon rossz. Bár mindent elkövetünk, hogy az javuljon. Próbálok olyan területeken is valamit itten lépni, hogy kémikus olimpikonok, tehát olyan olimpiai bajnokoknak az ismertetését, akik vegyészek, vegyészmérnökök voltak, sportvezetők közül is számos ilyen végzettségű van, úgyhogy azért nem áll egészen távol ám azért a sporttól sem ez a terület. No, hát tehát több mint 40 éven áll főállásban, most már csak mint nyugdíjasként azért még mindig oktatom a kémiát, de olyan 95-ben keveredtem megint közelebbi kapcsolatba a sporttal, a régebben is ugye érdeklődtem a sporttörténet olimpiák iránt, akkor volt egy nagyszabású vetélkedő 95-96-ban, és aztán azóta egyre inkább eltolódik a hangsúly, most már döntően már, ugye, mint amatőr sporttörténész talán sokkal jobban ismernek, mint vegyészmérnök, egyetemi tanár, nagy doktort. Hát, Palikám, köszönöm szépen a kis monológot, akkor most hallgassunk egy zenét. Mondjuk hallgassuk meg akkor a Bajnok vagy című dalt. Oh,
szép napot, csodálatos életet kívánok mindenkinek. Az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok. Mint tudjátok, itt jár a legendás zenészek, olimpiai, világ és Európa bajnokok, és hát természetesen olyan embereket is meghívok, akik miatt jobb lesz a sport, akik publikálják, vagy például a Marika, aki segíti azt, hogy az idősebb olimpia bajnokok, vagy akár egyáltalán ez az olimpia mozgalom egyre jobban a helyére kerüljön, és működjön, és működőképes legyen. Én örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy ettől is egy kicsit más a műsor, hogy nem mindig csak olimpia bajnokok, meg zenészek, esetleg egy-egy színész is becsúszik néha. Ettől jó szerintem ez a műsor. Marika, akkor nézzünk tovább. Ugye eljutottunk odáig, hogy nem tudtam, hogy hányadik, de most már tudom, hogy mi az, ami változott azóta, amióta csinálod ezt az Olimpiai Akadémia főtitkárságot, hogy miben tudtál változtatni, ami régen volt, és ami most van? Tehát mi az, amiben előrelépés volt? Hát a tartalmi része újult meg az Olimpiai Akadémiának. Előttem dr. Kutasi László TF professzora volt a megalakulástól, 85-től 93-ig a főtitkár, tehát ő tőle vettem át 1993-ben, ez most már 15 év. Tehát a 15 év alatt azt tudom mondani, hogy amiben alapvetően előrelépés történt, az az olimpiai bajnokok nevét viselő iskoláknak a tábora. Erről is nagyon kevesen tudnak az országban, csak a benfentesek, akik ötkarikás családon belül mozognak, hogy Csík Ferenctől Bozsik Cucuig sok-sok olimpiai bajnokunk, tehát most 19 olimpiai iskolánk van, ahol elsősorban a tanterv meghatározó anyaga az olimpiai nevelés, az olimpiai mozgalom. Meg egyébként tényleg nagy dolognak tartom azt, hogy ilyen, mondhatni azt, hogy kis helyekre is elmentek, és felkutatjátok azokat a bajnokokat, akikről már tényleg senki nem tud. Már ő maga is azt mondta, lemondta, de nem foglalkozik velem senki, hagyjuk ezt az egészet. Mindegy, jó volt, szép volt, nyertem akkor, de nem emlékszik senki. Már nem is írnak róla, újság se kíváncsi, inkább a győzikéről írnak. És akkor előjöttök ti, és szépen megjelentek táblával, egyeztettek a polgármesterrel, fogadás, minden, és egy pillanat alatt 1-2-3-4 ember arra a méltó helyre kerül, ahol a helyük van. Ütközik ez egyáltalán akadályokban, mondjuk megkerestek egy kisebb települést, és ahol volt már olyan, hogy azt mondták, hogy nem, hát ezt az embert nem szeretjük, hát ezt nem szeretnénk, hogy itt egy tábla megjelenne. Nem. Milyen jó helyre jártok ti a Penevigye? Valóban, ahogy mondott, polgármesterek, tehát minden településen először a polgármester urat kérdezem, kérem meg, és erre nagyon jó alkalmak a különböző olimpiai események. Most Tapolcán 2 évvel ezelőtt találkoztam először a polgármester úrral, egy könyv, Csermák József könyv bemutató kapcsán, és akkor említettem, hogy vándorgyűlést szeretnénk. Abban a pillanatban azt mondta, hogy bármikor tessenek jönni, várjuk Önöket. Ugyanígy a Hódmezővásárhelyi polgármesterhez megyek a közeljövőben, mert a nyári olimpiai vándorgyűlés Hódmezővásárhelyen lesz. Tehát már másfél-két évvel előre megvannak azok a települések, amelyek tényleg tártkarokkal várják. Akkor megnyugodhatunk. Eseményeket, mert tulajdonképpen szeretik a sportot, úgy látszik. És hát, hogyha itt tényleg ennyire előre megvannak az időpontok, akkor nincs olyan probléma. Mert hát azért a mai világban már tényleg mindent nagyon-nagyon nehéz megszervezni. Tehát sokkal könnyebb dolgokról beszélni, mint valamit megszervezni. És én tudom, hogy ezek nagyon jól megvannak szervezve, úgyhogy én örülök, hogy ott lehetek elég gyakran. Palikám, te jössz, hogy tulajdonképpen valaki ilyen sok könyvet megír. Meg hát ugye ilyen átfedések, hogy tudom, kémiával foglalkozó, kémiát tanítasz, és a másik pillanatban sportkönyveket írsz. Ennek a kettőnek tulajdonképpen semmi köze nincs egymáshoz. Hogy passzolnak ezek össze? Hát azért passzolhat, mert hát akkor tisztázzuk ezt. Attól, hogy valaki mérnök, attól még azért a sport iránt is érdeklődhet, és a tanulást, a civil munkát, illetve a sportot szépen össze lehetett hozni. Tehát számos olyan híres olimpiai bajnokunk, sportolónk van, aki nem csak a sportban volt sikeres, hanem a civil életben is. Hajós Alfrédtől kezdve a nem
tudom, a Szécsi, vagy a Cselacikáig, vagy a Szécsi Zoltánig, akik a, szintén a Szécsi már végzett a műegyetemen, a Cselászló pedig még most oda jár, és összeegyezteti a tanulást, illetve a végzettséget a sporttal. Tehát szép példákat lehet felhozni az ifjúságnak, hogy nem kell a két területet szembeállítani egymással. Nem csak mérnökök, orvosok, közgazdászok, hát természetesen testnevelő tanárok és egyéb szakemberek is. Tehát nagyon sok diplomás van, aki az életbe is, a civil életbe is sokra vitte. Úgyhogy hát ez nem két különös, különálló terület, nem lehet élesen elválasztani ezeket. Parikám, ha minden igaz, akkor 69 éves vagy, igaz ez? Igen, ebben az évben. Nem szabadott volna elmondani, de mivel nem hölgy vagy, így hogy mondottam, ezt bevállalom, és majd utána megmérkőzök ott kint a folyosón. Igen. Azért már nem vagy egy karonülő csecsemő, és mégis azon töröd a fejedet, hogy vajon mit lehetne még írni, megcsinálni, mert akármikor beszélgetünk, te mindig valamint dolgozol. Te olyan még nem volt, hogy te azt mondtad, hogy na jó, most ezt megcsináltam, és aztán elég volt, és most leülök, és ülök a babérem, és semmi nem történik. Mi hajt téged? Mi mozgat? Mi motivál? Hát nem hagyjuk. Nem hagynak. Igen. Másrészt áprilisban, akkor úgy gondoltam, hogy most már elértem a csúcsra, mert megjelent egy nagyon szép könyvem a műegyetemtől a sport élvonaláig, és gondoltam, hogy hát már ennél tovább úgyse tudok lépni, meg ilyen szépet, azt úgyse tudok összehozni, ezt a műegyetemi kiadót, tehát a segítségével jelentettük meg, több mint 300 olyan sportoló, sportvezető van benne, azoknak az életútja, sport eredményei, illetve a civil életben betöltött szerepük és eredményeik, hogy ilyet már úgyse tudok elérni, hogy már leállok. Hát nem sikerült, mert hát azért azóta is vannak ötleteim, azóta már megjelent, ahogy ősszel is a 16. könyvem, most, hogy említettem, akkor a, hát az öttus a könyv az a Ivan és Tibivel közösen készült, az már gyakorlatilag már készen volt nyáron már, és hát most éppen a vetélkedőknek a tömkelegébe csöppentem bele, ugye van a Mező Ferenc általános iskolai és középiskolai vetélkedő, akkor fut a Peking Tégedvár, a nagyszabású országos vetélkedőnknek most jön a területi középdöntős fordulója. Közben most már évek óta én és a kollégáim szervezik a Budapesti Szabadidősport Szövetségnek a vetélkedőt, ez február elején lesz. Ezeket a kérdések összeállítása egyéb. Készül a Olimpia Akadémia évkönyve, ahol szintén érdekelt vagyok. A Csanádi Árpád Olimpia Baráti Körnek vagyok a vezetője, aminek havonta lesz rendezvényünk. Decemberben voltunk 3 napig a rövidpályás úszóebbén Debrecenben 18-an, most már kezdjük a szervezést, hogy ebbe az évben. Hát most csak Budapesten lesz nemzetközi verseny, az öttus a VB-re fogunk elmenni, majd megint egy ilyen kis csapattal. Tehát adódik mindig valami olyan feladat, ami hát vagy belefér a 24 órába, vagy nem. Tudod, most, hogy így hallgattam az életutad, arra gondoltam, hogy a fő probléma mindig az, hogy az ember ilyen 40 év fölött kezd rádöbbenni az élet ízére, hogy tulajdonképpen miért is élünk, és hogy mi is a dolgunk a világban. Mert előtte az ember jobbra megy, balra megy, csinálja maga kis nem jó dolgait, és aztán 40 év után valahogy mondjuk azt, hogy benő az emberek a fejlágya, mert én magamra gondolok elsősorban, hogy én is egészen másképp kezdtem látni 40 éves korom után a dolgokat, és próbáltam olyan tevékenységet folytatni, aminek úgy éreztem, hogy van értelme is, és ezt most így végighallgatva, amiket felsorolt, elmondta, ez tényleg így érdemes élni. Tehát te tényleg azt csináld, amit szeretsz, úgy élsz, ahogy szeretnél, és méltóan el vagy ismerve, mert ugye itt ül a Marika, és a Marika meg megteszi a dolgát, és minden el ellát téged. Az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok, és akkor akartál még valamit mondani, akkor azt mondj nyugodtan. Ja, az, hogy hát hogy bizonyos idő után nő be az embernek a feje lágya. Én 66-ba nyertem egy sportvetélkedőt, és utána 30 évig abszolút nem foglalkoztam ezzel a területtel. És akkor 95-be került elő megint ez az olimpiai vetélkedés, azóta aztán már nyakig benne vagyok. Irányatlanta volt igen. A címe. Folytassuk, majd ezt tudod 100 éves korunkban is. Ja. Tehát akkor jön egy dal, szóljon Paják Imréről, melynek címe Élő Legenda. Thank you.
tiszta szívbe indultál, egy világot megváltottál, izzadság szagú edzőtermek elkísérték életed. Kopott dohós öltözők álmaidról mesélnek, céljaidat elérted, mégis emberként élhetsz. Élő legenda vagy, életeddel bizonyítottad, bearanyoztad életed, Magyarország élteted. Élő legenda vagy, életeddel bizonyítottad, begyógyultak a régi sebek már. 9 érmet szereztél, világversenyeket megnyertél, áldás neked az élet, a siker csillaga elkísér. Arany üveszte életed, ezt méltósággal élted meg, megmérkőztél bárkivel, csak nemes ellenfeled legyen. Legenda vagy, életeddel bizonyítottad, bearanyoztad életed, Magyarország éltetett. Élő legenda vagy, életeddel bizonyítottad, begyógyultak a régi sebek már. Gyorsan elfelejted, csak a szépre emlékezel. Sok csatát megvívtál már, penge élen táncoltál, a sikernek tudod ára van, a szívedben hála van. Szép napot kívánok mindenkinek, az Élő Legenda és Kövéret című műsort halljátok. A 98-as megahertzen a civil rádióban vendégem Jakab Háziné Mező Mária, az Olimpia Akadémia főtitkára. Mint már elmondtuk, ugye tanít a Testnevelési Egyetemen, és az előző titulusait már elmondtuk a Marikának, és Hencsei Pál professzor, aki
16 könyvet ír, de a 17-et most írja, amik sportról szóltak, de azért van tudományos könyv is a tarsolyban. Velük beszélgetek. Marika, ugye itt megszólaltad a Polyák Imréről. Hát én őt egy nagyon zseniális embernek tartom, és nagyon bölcsnek, és én nagyon-nagyon sokat tanultam tőle. Tisztességből, emberségből. Az ilyenfajta emberek mit tudnak hozzátenni az Olimpia Akadémia munkásságához? Imrével nagyon-nagyon szívesen dolgozom együtt, nem csak azért, mert a nemzet sportolója, de mint a nemzet sportolója nagyon-nagyon objektív véleménye volt. Most ugye legutóbb a Zsivócki Gyula halálával megüresedett helyre adtak be 38 vagy 39 pályázat futott be, és erről az Imrével sokat beszéltünk, hogy ki érdemli meg, és összecsengett az megérdemelt név, tehát a Rejtő Ildikó nyert el ezt a megtisztelő címet. Tehát azon a területen is ugyanúgy, ahogy ő a Szőnyegen azután, mint edző, maximálisat várt el saját magától, itt is, ebben a testületben is, és az akadémiának pedig hát szinte minden eseményen, ahová hívjuk, az Imre jön, ott van, és azoknak a gyerekeknek a tekintetét kellene látni. Tavaly Kecskeméten, amikor a döntőbe ő adta át az érmeket, akasztotta a kisgyerekek nyakába, itt az Istenre úgy néztek a Polyák Imrére. Hát, ha valaki ismeri Polyák Imre munkásságát, akkor rá nem is lehet másképp nézni, csak tényleg úgy, mint egy sportistenre, mert ő azon kívül, hogy mindent elért, mellette emberileg is tényleg olyan, mint ahogy a dal is elmondja. Szóval ő tényleg egy élő legenda, és hát most Imrém, akkor bevalljuk neked itt őszintén, hát neked köszönhetjük, hogy elneveztük ezt a műsort élő legendának. Hát ezért szólít egyébként a bevezető is mindig úgy kezdik, hogy élő legenda vagy, az életeddel bizonyítottad. Tehát köszönjük neked, Imre, hogy hallgassd ezt a műsort máskor is. Egyébként Imre komoly hallgatunk. Akkor megyünk tovább. Marika, hol vannak hibák? Mert azért induljunk ki abból, hogy szépen jól működik az életünk, szép az Olimpia Akadémia, szép az Olimpia Bizottság, nagyon jól működik a birkózósport, a judósport, a többi, de mindenhol vannak hibák. Tehát mi az, amit másképp kellene csinálni, amit meg kellene változtatni, és mi az, amire van remény? Nézd, mellé beszélni nem szeretek. A legnagyobb veszélyt a doppingban látom. Akár beszélünk róla, akár nem, van és létezik. És nagyon egyetértek azzal a szigorú büntetéssel, amit most legutóbb a Marion Jones kapott, hogy 6 hónap börtönbüntetés, már nem ragozom tovább, hiszen az újságok leírták, hogy miért. Tehát nincs elkendőzés, nincs mellébeszélés, elkövette, elismerte, felelősségre vonás, büntetés következett. Tehát a mai gyerekek ezt beszélnek erről a gyerekek. Beszélnek, hát táborban sok sportoló gyerek van, és hogy ők is úgy tudják, hogy csak az lehet igazán nagyon-nagyon jó, aki igénybe veszi a külső segítséget. Most itt sok valóban külső segítségről, pozitív hatásúról is beszélhetünk, ami nem dopping. Tehát ezeket kellene előtérbe helyezni, amit meg is teszünk, hiszen az Olimpiai Bizottságnak a dopping nyilatkozata, az éppen tegnap néztem, hogy ott aláírja a versenyző, hogy tiszt eszközökkel, amennyiben ezt megszegi, eltiltás vár rá, és ki sem juthat az olimpiára. Bocsánat, hogy közbeszólok, de én, mint sportoló, úgy gondolkodtam ezen sokat. Én hála Jóistennek megúsztam mindenféle dopping nélkül, és végigértem az életemet. De mégis azt mondom, hogy valahol a szegényebb országok vannak nagyobb bajban. Mert most induljunk ki, hogy a dopping is csak arról szól, hogy bizonyos szerek ott vannak, hogy mik nem lehetnek benne. De ahol gazdag országok vannak, és ahol nagyon ki tudják kísérletezni, ott kitalálják, hogy azok ne legyenek benne, de benne lesz más, ami nagyon jól ki van találva, és hát nem tudom, mert ugye mi nem vagyunk szerintem olyan szinte, hogy mi rendesen ki tudjuk kísérletezni, és ilyen szempontból meg valahol a háttérbe kerülhetünk, de viszont a dopingnak én nagyon-nagyon ellene vagyok, mert az nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát én azt mondom, hogy az ember nem tud élni, nem tud létezni, tehát megrövidít az ember a saját életét, tehát ez nem játék, tehát ilyet nem is szabad hirdetni, tehát én is nagyon ellene vagyok, hát én sem tudom, hogy mi a megoldás, és te látsz valami megoldást?
Néhány évvel ezelőtt, talán 6 vagy 7 évvel ezelőtt dr. Földesin és dr. Szabó Gyöngyi, a TFN, a szociológus kolléganőm, csinált egy felmérést élsportolók között, és a felmérőlapon az volt, hogy az olimpiai bajnoki cím érdekében hozzányúlná a doppinghoz. És a százalékot, az bőven az 50% fölött volt, tehát 70-80%-ban akkor azt írták, hogy igen. Na most tudjuk, hogy az az életjáradék, amit kapnak az érmeseink, mert most már aranyezüst bronzérmesek életjáradékot kapnak. A lehetőség, hogy egy ilyen a nemzet sportolója csapatba is belekerülhessen, azért azok nagyon-nagyon nagy vonzerőt jelentenek ahhoz, hogy esetleg ne a tisztességes úton járjon egy versenyző. De most már, Sándor, azt mondják a hozzáértők, hogy a dopping az mindig az a vegyészek és az orvosok harca. És a vegyészek vannak mondtam, mindig. Mondtam, hogy a Pali mindenbe benne mindig, van, erről beszéltem. Így van, egy orvosznyival, egy orvosznyival vezetnek. Szóval mindig újabbak, amit évekkel ezelőtt nem volt doppinglistán, ma már feketén-fehéren hát igen, van. Hát itt van. Akkor te hogy látod, akkor tisztázzuk ezeket a dolgokat. Itt van erre nagyon jó példa, a THG, ami az első olyan dopping volt, amit kifejezetten teljesítményfokozó célra fejlesztettek ki. Addig, amiket szedtek a sportolók, azok mind eredetileg gyógyszerek voltak. Tehát amit beteg emberek gyógyítására használtak, csak más mennyiségben, dózisban minden. Ez meg kifejezetten tehát ilyen célra. Na, de ezt is csak úgy lehetett lebuktatni, hogy egy edző feljelentette a csapatát és a versenyzőit, meg az edző kollégáit, hogy adott egy mintát a vadának, és ezek tudták akkor felgöngyölíteni ezt az egész doppingoló témát. Tehát lényegében sajnos ott tartunk, hogy hát egy lépéssel előrébb tart a gyógyszer és doppingkutatás, mint a megfelelő analitikai módszerek kimutatási határ. De hát az egyre inkább közelít, és egyre pontosabb tehát visszamenőleg is, hosszabb időre visszamenőleg is ki tudják a szervezetből mutatni. Tehát itt azért reménykedni lehet, hogy hát azért ez csak nem fog olyan mértékben terjedni, mint ahogy itt a pesszimisták mondják, és talán azért háttérbe szorul. A másik, amiről az előbb szó volt, az egyenlő feltétele sajnos nincsenek meg a sportban. Egy szegény afrikai országnak nincs olyan anyagi háttere, tudományos, orvosi és egyéb háttere, amivel legális eszközökkel olyan feltételeket tudjon biztosítani, mint mondjuk egy amerikai sportolónak. Tehát ők ki tudják dolgozni azt, hogy milyen gyógyszereket, milyen teljesítményfokozókat, amik megengedettek, és minden egyéb műszeres és tudományos segítséget megadnak a sportolóknak, ami hát szegényebb országoknak nem áll rendelkezésre. Viszont ott meg ott van a szegénység ereje, a nincstelenség ereje. Azt, hogy edzenek, kemények, tudják, hogy ha ezt megcsinálják, akkor eljutnak valahova. Hát én még azt mindig tisztelnek tartom. Szerencsére vannak kevésbé dopingérzékeny sportágak is, úgyhogy... Ez is valami. Az Élő Legenda Ősköbre című műsort halljátok, maradjatok továbbra is velünk. Most pedig halljunk egy olyan dalt, melynek címe Magyar Érzés, ami úgy kezdődik, hogy a küzdő sportok szegények, mert Kozma Pici már nem élhet. Pap László is elment már, de a küzdelem tart tovább. Az aranycsapat örökvár, és él még néhány legendánk. Balcó is még velünk van. Örüljünk annak, amink van. Hát akkor szóljon a dal. Csapat örök vár, és él még néhány
Petőfi Radnóti könyveiből tanulni, magyarságot érezni, harcainkat megvívni, békében szavalni, boldogan megélni. A 13 Nobel-díjnak magyarul örülni. Az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok, vendégem Jakabházy Németh Mária, ő pedig az Olimpiai Akadémia főtitkára, egyetemi tanár, és hát egy zseniális ember, legalábbis eddig ez derült ki, meg hát én régebben is így tudtam, és én így is érzem. Sencsei Pál, aki nagyon sokat működik együtt Marikával, aki nagyon sok könyvet írt, erről beszélgetünk, a világ dolgairól próbáljuk megfejteni, ugye beszéltünk itt az előbb a dopingról. Marika, most akkor beszéljünk arról, hogy talán néhány név, aki úgy eszedbe jut, hogy kik azok a nagy bajnokok, akikre állandóan támaszkodhatsz, illetve kicsit a nemzetközi kapcsolatokról is, hogyha több szót ejtenél. Örömmel, hiszen szép számmal vannak, talán mind nem is tudom felsorolni, illetve tudom, de idő hiányában mégsem. Kezdem Sákovicsné Dömölki Lidiával, hosszú év, tehát a MOA megalakulásától a Lidia egyik legaktívabb támogatónk, segítőnk, még a nők közül. A teljes női tőrcsapat, ez így a Juhász Kati, a Rejtő Ildi, a Ágoston Judit és a Dömölki Lídia. Ők járnak az eseményeinkre. A fiúk közül, a vízilabdások közül Markovics Kálmán egészségi állapota nem a legstabilabb, de a Kálmán ahová tud, jön velünk. Dömötör Zoltán, aki egyébként a Bajnokok Klubjának az elnöke, minden meghívásunknak eleget tesz. Most a Peking vetélkedőre Ihász Kálmán, illetve a Mező Ferenc Szellemi Diák Olimpiára Ihász Kálmán jön a Csík Ferenc gimnáziumba. Aki egyébként most volt vendégem. Igen, akkor a Keglovics Laci, akit ugye nem minden nap emlegetünk, Szombathelyen ő lesz a zsűri elnöke, B. Nagy Pál Vívó Cegléden lesz a zsűri elnöke. Tehát ezek azok az olimpiai bajnokok, akik... Aztán arról nem beszél, hát akik... Szegény Varga Jancsit, aki kemény felügyelet alatt, de ott van mindig keményen. Varga János például a hagyományőrző albizottságnak is a tagja, tehát minden megemlékezésen ott van... Hegedűs Csaba eljött már Szombathelyi eseményeinkre.
Novák Dezső, most a Varjú Vilmos baráti kör alapult. Szent Mihály Anton. A 16. kerületben, ott a Dezső például egy alapítótag, vagy a Vaskarcsi alapítótag ezekben az olimpiai körökben. Itt például a Fábián Laci, a MOA tanács tagja, olimpiai bajnok, az öttusázó, a dr. Nagy Imre, a MOA tanács tagja. Az öttusázók közül a Német Feri szokott, még Szondi Pista, nincs olyan esemény, hogy ne jöjjön velünk. Ha Ceglédről van szó, akkor természetes, hiszen díszpolgár, és ami nagyon nagy szó, hogy a települések a bajnokaikat díszpolgárként külön, tehát az egy nagyon nagy elismerés. Tudomásom szerint majdnem minden bajnokunk, aki nem budapesti születésű, már az adott településnek díszpolgára. Hogy mondjam, hogy Varga Jancsi Abonynak a második díszpolgára, az első Kossuth Lajos volt. Tehát ilyen. Akkor ilyen, jó helyre került a Jancsi, hát megérdemelte. A nemzetközi kapcsolatok pedig egyértelmű, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Akadémia, ami esernyő szervezetünk, az évi táboraiban most minden évben májusban rendeznek az olimpiai akadémiák vezetőjének egy hetes konferenciát, utána két hetes ifjúsági táborba küldünk egy lány, egy fiú egyetemi hallgatót, a posztgraduális továbbképzésre küldünk ki hallgatót. Ezek mind az olimpiáról szóló események. Aztán a mi olimpiai táborunk meg egyértelmű, de ugyancsak a bajnokok jönnek. Tavaly volt, óriási csopakon van ez a tábor, te is voltál már ott, fölmentél a színpadra, és bemutatót is tartottál egy lányjal, azt is hadd mondjam, hogy azért a dobást egy kislány választottál hozzá. De amiért meglepődtem, hogy ezek az érzelmes dalok hogy tetszettek a fiataloknak. Én ezért lepődtem meg. Én meg gondoltam is, hogy most itt ilyen sírós dalokat játszak. Hát talán nem engedtek le a színpadról. Hát de mondom, ilyen sírós dalokat játszak ilyen fiataloknak. Igen. És aztán szerették. Hát nem volt dob. Nagy élmény, úgyhogy idén is várunk ebbe a táborba. Köszönöm szépen, most elmondom neked, hogy most börtönben voltunk a Norbival, és hát hogy Növényivel, és úgy viccből mondtam, hogy na, a Növényi Norbi MMA-ba indul, ilyen kemény, olyan kemény, és mondom, hát kérnék jelenkedőket, aki esetleg ki akar állni, mert 4 ember fölállt, nem lehetett leültetni őket. Mondom, Norbi, itt veszélyes, szóval miben rángolsz bele engem? Mondom, hát azt hittem, nem mer vele senki kiállni, de úgy látszik, vállalják. Úgyhogy röviden ennyit. Nem tudom, most már nagyon kevés időnk van, hát hogy Palikán még van egy utolsó lehetőséged. Jól vigyázz, nem az utolsó előtti, mert még 100 éves koromban szeretnék veled még így beszélgetni, és hát, hogy nem mindig a bajnok vagy című versemet kell hallgatni, hanem mondok egy másikat, meg egy harmadikat, meg egy negyediket is. Tehát akkor Palikán. Szóval a sport meg az olimpia, ez már népszerűsítésénél szeretnénk minél többet elérni, én is, meg a kollégáim és a kis csapatunk, tehát a Csanádi Árpád olimpiai baráti kör, az 30-valahány fővel tevékenykedik jelenleg, és tényleg fiataloktól kezdve idősekig, a 86 éves, ha jól emlékszem, Balimisi bácsiig széles palettával mindenhol igyekszünk ott lenni, MOA rendezvényeken, másfajta rendezvényeken, versenyeken, és hát népszerűsítjük könyvekkel, cikkekkel, előadásokkal az olimpiai eszmét. Marika, ugye itt mindig elhangzik a versenyből egy idézet, hogy az élet maga a csoda, örülj hátalétnek. Akkor megkérdezlek téged, hogy ennyi mindent tettél a sportért, rengeteg embernek segítettél életedben. Én úgy érzem, hogy te mindig adsz, te úgy születtél genetikailag, hogy te ilyen adós típus vagy, szeretsz adni. Így ennyi idő után hogy tudod ezt itt lereagálni, hogy érdemes adni, és tényleg szép az élet? Gyönyörű, hiszen ennyi olimpián, amire éppen ennek a munkámnak kapcsán kerülhettem ki, és ezt kaptam én tulajdonképpen az ötkarikás mozgalomtól, ezek felejthetetlenné teszik számomra, még a továbbiakban is ezt a munkát. Megadom az utolsó szó lehetőséget, Palikám. Hát én talán azt említeném, amit a Surányi Péter szokott, hogy későn került az olimpiai mozgalom közelébe. Hát én is azt hiszem, az a 66-tól 96-ig, az a 30 év, az kicsit hosszú volt, tehát hamarabb kellett volna bekapcsolódni, de azért igyekszek én is, megmondom, a barátaim is minél többet nyújtani. Szép napot, csodálatos életet kívánok mindenkinek. A 98-as MHz-en az Író Legenda Őskövület című műsort hallottátok. Vendégem volt
Jakab Háziné Mező Mária és Hencsei Pál professzor. Sziasztok! Képzelet árnyából új.